Nyissátok ki a Bibliáitokat a 77-es Zsoltár. Sötét, félhomály van, és a szobában egy ilyen gardrób, szobának az ajtaja így kezd nyikodatba kinyílni, hogy valami szörny, mint hogyha előjönne, és az ő nagy szörnye, az ő nagy félelme, azok az ilyen sárga csekkek volt. Biztosan vannak jelenetek, akiknek a pust ládát is ilyen óvatosan nyitják ki, hogy fú, nehogy még egy ilyen sárga csekk jöjjön. És szerencsétlen ember nem tudott aludni, és így rárontott egy csomó csekk hirtelen. És hogy hú, hogyan lesznek ezekbe fizetve? De már nem is tudom, hogy mit reklámozott ez a dolog, de ez volt az ő félelme, hogy mi lesz akkor, hogyha megjön a következő számban? A következő csekket azt hogyan fizetjük be, és ez rémálmot okozott neki. Nem tudott aludni. Forgolódott az ő ágyában. És
aztán pontosan ugyanezt olvassuk itt, hogy szavamat Istenhez emelem, kiálltok hozzá gondomban, nyomorúságban, a nyomorúságban idején Isten keresem, és tudom, mit kell ilyenkor csinálni. Én kiálltam a Bibliaolvasókat, a Bibliaiskolát, figyeltem a predikációkat, ugye, főleg a Potter bácsi mondta sokszor, hogy Istenen kell elmélkedni, és mondja is, hogy Istenről elmélkedem, én sóhajtok. Róla gondolkodom, de elebbett az én lelkem. És hogy próbálom ezeket alkalmazni, de mégsem jön össze ez az egész az én életemben, és forgolódok a szárnyamban, hánykolódok, és annyira izgul valami felől, Soltános nem mondja meg konkrétan, mi ez a nyomorúsága, amire van éppen neki, de annyira nagyon rá nehezedik az ő életére, az ő szívére, hogy egyszerűen nem tud elaludni tőle. Pont a napokban nekem is ilyen nagyon nehéz ilyen rémálmam volt, és nem, amitől félek, arról álmodtam, és akkor másnap reggel ilyen zaklatott állapotban ébredtem fel, hogy mi lesz, ha úgy lesz, és mi lesz, ha nem jönnek össze azok a dolgok. Biztosan te is éreztél már ilyet, hogy egyszerűen nem tudsz elaludni, nem tudsz megnyugodni. Mi az alvás egy eléggé nyugalmas és nyugtató állapot is igazából, és nem tudsz egy olyan lelki békére lenni, amiben szépen el tudsz aludni. Te is forgolódsz zárjakban, és ilyen és ehhez hasonló kérdéseket teszel fel, mint amit Aszáf is itt feltesz. És igazából az ő kérdéseinek a lényege, ugye több kérdés feltesz, a 8-as versben kezdi el ezeket, 8-as, 9-as, 10-es, később végigmegyünk ezeken a kérdéseken, de igazából egy kérdési összeolvasztva őket, igazából azt lehet kérdezni, hogy Isten elhagyott engem. És amikor az van, hogy jön a rettegés, hogy csak nem, hogy még egy sárga csekély jöjjön itt a hónapban, mert akkor miből vezetjük ki? Amikor jönnek ezek a rettegések, hogy hogyan lesz az én nyomorúságomnak a kimenetele, akkor nem ugyanezt a kérdést teszi fel még a hívő is, hogy most akkor Isten elhagyott engem. Ő az én szerető mennyei atyám. A gyermekeire csak van neki gondja. És mégis hánykolódok az ágyamban, és nem látom az én nyomorúságomnak a kiútját. Nem értem, hogy honnan lesz megoldás, hogyan lesz gyógyulás, lelkileg, vagy akár fizikailag. És az embert nem hagyják ezek a gondolatok megnyugodni. Viszont a lelki igazság az, hogy Isten sohasem hagy el bennünket. Isten sohasem hazudik. Az 5 Mózes 31.8-ban azt olvassuk, az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled. Ugye mondja ezt Izraelnek, a pusztai vándorlás során. El nem marad tőle sem, el nem hárt téged, ne félj és ne retteg. Tehát akik vándoroltak a pusztában, azoknak meg lett ígérve, hogy Isten sohasem fogja őket elhagyni. És ugye megvoltak a kivonuló népnek, meg Istennek a maguk gondjai és nézeteltérései egymással. És ugye olvassuk azt, hogy amikor Mózes visszajön Sínai hegyből fogja a gyülekezet sátrát, és hát nem a tábor közepén, hanem kívül a tábortól azt mondja, hogy messze húzza fel a gyülekezet sátrát. És hogyha valaki Istenhez akart menni, akkor nem csak egy rövidebb távot a főtérig kellett megtennie, hanem messze ki kellett mennie Istenhez a táboron kívülre. De mégis meg lehet ígérve nekik, hogy én veletek leszek, vagy ott középen az egész tábor közepén, vagy a tábor színén, de veletek leszek. És akkor Aszáf mire gondolhatott, hogy mi, amikor megtörtént a bevonulásunk és elfoglaltuk az ígéret földjét, akkor Isten elhagyott bennünket, vagy így? Elhibbent az ő dicsősége és elment? Mert például az Ezékiel könyvében azt ezt olvassuk annak az elején, hogy Ezékielnek az elejét, amikor olvassuk, ott vannak ezek az ilyen forgó kerekek, és Isten dicsősége az ő trónján, és mondja, a négy lelkes állatban van. És Istennek a dicsősége egy le van írva nagyon képiesen, és mégis az Ezékiel az első harmadában azt olvassuk, hogy Isten dicsősége fogja magát, és elmegy a templomból, mint egy képzetesen, hogy Isten elhagyja az ő népét. Úgy tűnik. És azért is talán ilyen gondolkozott, hogy hát Isten megígérte, hogy velünk lesz azzal a néppel, a nyősatyánkkal, akik kijöttek Egyiptomból, hogy Isten megígérte nekünk, hogy el nem
elmaradt tőled, el nem hált téged, akkor a honfoglalásunk után akkor ez véget ért az ígéret, és akkor gyorsan el is hagyott bennünket. Miért nem látom azt, hogy most lenne megoldás az én nyomóságomra? Miért nem látom azt, hogy gondolkodok éjszaka, és akkor egyszer csak olyan egy megvilágosodás, vagy egy isteni sugallat, hogy ne figyelj, ez lesz a megoldás. Hú, de jó a kalófát. Nyugodtan tudok aludni, hogy látom a fényt az aludni. Isten miért nem ad ilyet? Miért nem látom az ő jelenlétét az én életemben? Mert én itt a nyomóság közepén úgy érzem, hogy Isten elhagyott engem. És azt látom, a kérdése igazából ezt tükrözi, hogy Isten, hogy elhagyatott el. Az alapvető problémája igazából Aszáfnak itt nem más, mint a hitetlenség. Ugye a hitetlenség az, amiből lesz aggódás. És az egy órában mi aggodalmaskodni kezdve az ő szíve, ezért van, hogy ugye az aggódás maga az is komoly bűn. Az aggódásból következik a félelem, mert az aggódás az egy ilyen bizonytalan állapot, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, az a félünk a jövőtől. Tehát ott volt hitetlensége, az ő aggodalmaskodása, az elkezdett úrállani rajta, nem is tudott elaludni, ott volt az ő félelme, és ez a félelme ez elkezdett benne ilyen gondolatokat támasztani, amik ilyen kérdések formájában jöttek elő, hogy 8-as versben, ahogy mindörökké elvet-e az Úr? És hát nem, hát tudjuk rá a választ, hogy ezek ilyen költői kérdéseket, azokra egyértelműen a válasz, hogy hát nem. Nem lesz többi jó akaró? Ez nem igaz, de hogy nem lenne jó akaró. Viszont Aszáf, amikor ott van az ő ágyában, és forgolódik, és nem száll állam az ő szemére, lehet, hogy ezt válaszolja, hogy hát, de igen. Úgy tűnik, hogy Isten soha nem lesz jó akaró. És hogyha őszinte vagy magaddal, akkor lehet, hogy te benned is megfordult már ez a kérdés egy igenni válaszsal, hogy ahogy végképpen elfogyott Istennek a kegyelme. Lehet, hogy tényleg így van. Nem látom Istent az én életemben, vagy hogy ki segítene engem át ebből a nyomorúságból. És ez a hitetlenség, amiből lesz aggódás, amiből lesz félelem, az generálja, az gerjeszti ezeket a téves gondolatokat Istenről. És persze, hogy tudjuk rá a választ, és persze, hogyha feltennél nekünk valaki a kérdést, akár még a legnagyobb nyomorunk közepette is, hogy mit gondolsz, megszűnik-e ígérete nemzedéktől nemzedékre? Akkor azt válaszolnák, hogy nem, tudjuk hozzá az igeverseket is, lesz szó ezekből. De mégis, amikor ott vagy egyedül egymagad, és már az egész házad népe elcsendesedett, mindenki szépen alszik, akkor lehet, hogy előjön az a gondolat benned, hogy lehet, hogy tényleg elfelejtkezik Isten az én nyomoromról. A hitetlenség tehát az egy tévhitet, téves képzetet ad Istenről. Tehát ezek a kérdések, ezt a hitetlenséget tükrözik itt a Aszáfnál is. Ugye hiányzik az ő életéből az, hogy Istenbe vesse az ő bizalmát. Higgyen Istenben, hogy bízzon Istenben. És ezek mind ilyen szép mondatok, és helyes is, és kell is, hogy a pulpitusról ez elhangozza, hogy bízzál Istenben, higgyél Istenben. Jó, de ez mit jelent? Tehát hogyan tudom azt megcsinálni, hogy én most nagyon erősen bízok Istenben, én most hiszek Istenben? Hát, amikor előjönnek ilyen kérdések, akkor erősnek maradni, és azt mondani, hogy nem. Elesegetem magamtól ezeket a téves kérdéseket, és helyes, igaz, biblikus választ adok rá, és megnyugszok ezekben. Na ez az, amikor betöltöd azt, hogy bízok Istenben. Mert szép az, amikor azt mondják neked bátorításul, hogy testvérem, semmi gond, csak higgy Istenben és bízzál benne. És igaz, jó tanácsot ad neked a lelki testvéred, és azért adta Isten, hogy ilyenekkel ellássa. Mit jelent ez a valóságban? Hát ezt, amikor éjszaka nem is bírsz aludni. És ilyen kérdések riogatnak téged. Na akkor, hogyha helyén van a szíved Istenben, akkor betöltöd azt, hogy bízol igazából Istenben. Ugye ezek olyan kérdések, amikre a legkisebbek is tudják a választ, akkor kint a gyerekszobában megtanulják azt, hogy engem szeret Jézusom, Bibliából jól tudom. Hogyan tudna elhagyni engem az Úr Jézus, vagy hátat fordítani az én nyomorúságomnak, amikor ő sokkal nagyobb nyomorúságot élt át a kereszten.
8-as versben, vagy mindörökké elvetté az Úr. Milyen az, amikor nagy távolság van valaki között és az Úr között? Hogy hívják ezt a helyet? A legeslegmesszebb van az illetvésünktől. Az a pokol. A pokol definíció szerint az maga a pokol. Amikor úgy érzed, hogy ilyen pokoli az életed, akkor azt érzed, úgy gondolod, hogy Isten nagyon messze van tőlem. Van néha hogy olyan nyomorúságunk, hogy azt gondoljuk, hogy Isten eltávozott tőlünk. Mint hogyha ilyen földi pokol lenne az életünk. Nem ez fordul meg olykor a fejünkben, hogy Isten elvetett? Isten eltávolodott én tőlem. Egyre nagyobb a köztünk érhető távolság. Sőt, ahogy mindörökké elvetett, eltávolodott tőlem az Úr. Milyen a válasz? 2 Krónika 24-20-ban a következőt olvassuk. Az Isten lelke pedig felindítá az Zakariás, a Jójadapa fiát, aki felállva a nép között és mondta végig. Ezt mondja az Isten. Miért szektétek meg az Úrnak parancsolatait? Mert az lakmusznál végtek. És utána, amit mondta az pap. Ha elhagyjátok az Urat, ő is elmegy titeket. Ha elhagyjátok az Urat, ő is elmegy titeket. Nem az szokott lenni, hogy Isten gondol egyet, és akkor csak úgy 50 év és arrébb tesz, vagy elpártol tőlünk, vagy Isten hátat fordít nekünk, hanem az szokott lenni, hogy mi vagyunk azok, akik elfordulunk az Úrtól. Miért? Mert megszegjük az Úrnak parancsolatait, ami nekünk ugye nem használ. Ha elhagyjátok az Urat, ő is elmegy titeket. Igazából sokszor mi vagyunk az okozói a mi nyomorúságainknak. És Isten kegyelmessége az, hogy kihúz bennünket azokból a csávából, amiket mi magunk okozunk saját magunknak. De azt mondja itt ez a pap, ha elhagyjátok az Urat, ő is elhagy titeket. Nem az van, hogy Isten fogja magát és hátat fordít nekünk, hanem hát inkább tetszik nekem a világi kívánság. Inkább engedek a szemek kívánságának, az élet kérkedésének, és észre veszem, hogy közben Istennek hátat fordítottam. Ebből is látszik az, hogy Isten senkire sem erőlteti rá magát. Ugye mondjuk azt, hogy van szabad akarat, és nem az van, hogy Isten így megfog bennünket a fejünknél fogva, és visszacsavar, hogy de te már pedig nézzél én rám, vagy ilyen meglasszulsz bennünket, és na, gyere vissza, édes gyermekem, mert hozzám tartozol, hanem azt mondja, hogy van szabad akaratod. Még hívőként is, lehet, hogy most már az én családomba tartozol, de még hívőként is ott van az a szabad akaratod, mint olyan a kis bárványok is a nyájból, ugye elcsatangolhatnak. Isten senkire sem erőlteti rá az akaratát. És hogyha úgy érzed, hogy Isten messze van tőled, valószínűleg inkább ez történt. Ha elhagyjátok az Urat, vigyázz, mert ő is elhagy titeket. Aztán Bírák 10:6-ban a következőt olvasunk. És elvetették maguktól az idegen isteneket, és szolgálnál az Úrnak, és megesett az ő szíve az Izrael gyógyulságán. Amikor úgy döntünk, hogy eltávolodtunk Istentől, mert valami más zöldebb és szebb, és az inkább kell, ami étvágyunk, vagy szomjúságunk csillapítására, mint amit Isten tud adni, akkor mi magunk távolodunk el Istentől. Viszont itt a világ 10-ben azt látjuk, ugye amikor leírása van annak, hogy így újra és újra eltávolodik a nép Istentől, aztán közel kerül hozzá, akkor ugye az van, hogy minden egyes ciklusuk végén, hogy elhagyják, elveti maguktól az idegen isteneket, és szolgáltak az Úrnak, és megesett az ő szíve Izrael nyomorúságán. Aztán felteszi a kérdést, hogy mindet, aki elvet, elvet az Úr. Hát nem. Biztosan ismerte a Bírák könyvét, Bíráknak a korát, és ismerős volt neki talán az vers, hogy és megesett az ő szíve Izrael nyomorúságán. Istennek a szíve, Izrael nyomorúságán. És visszament hozzájuk, és küldött nekik mindig prófétát, és bírát, aki megszabadította őket a mindenféle elnyomóiknak a kezéből. És utána adott nekik több év békességet. Hogyha visszafordulunk Istenhez, akkor ő is közeledni fog hozzánk. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. És nem az, hogy én teszek egy lépést, Isten is tesz egy lépést.
szokták azt mondani, hogy Isten mennyivel nagyobb. Képzeld el, hogy csak Isten egy lépést tesz feléd. Szinte egyből ott tud teremni nálad. De ez az szükséges, hogy visszaforduljál Istenhez. Elvesen a várományokat és az idegen Isteneket, szolgálni az Úrnak. És akkor a te vagy mennyi atyának szíve meg tud esni rajtad. Amikor a tékozó fiú is visszatér, akkor az ő atya azonnal kiállt. Mert nem a házának az ajtájában néztem, mert kijelent közel ő hozzá, hogy na, jön el az én fiam. És a fiam volt, aki elindult ő felé. Szükség van arra, hogy visszafordul Istenhez, amennyiben tényleg eltávolulás történt Istentől. Az egy királyok 9 hírben pedig azt olvasom, kinyomnálom az Izrael e föld színéről, amelyet nékigadtam, e házat, amelyet az én nevemnek szenteltem. Elvetem szemeim elől, és az Izrael térveszéről és mentségül nézem minden nép előtt. Hát itt van, nem? Itt benne a Bibliában az, hogy Isten elveti Izraelt. Isten hátat fordított az ő népének. Nekünk is hátat fordít, új testament, ami jövőnek. Aztának az volt a kérdés, hogy vagy mindenöké elveti az Úr. És Isten megtette azt, amit itt az imént elolvastam, hogy kigyomlálta a földtől a Izraelt, és elküldte, elvitte fogságra. És mégis az ő ilyetté módon, most akkor mondjuk így, hogy Istennek az elfordulása, az se tartott örökké. Istennek megesett az ő szíve, az ő saját választott népén, és később visszahozta őket, ugye a fogságból. Nem tartott örökké az, hogy úgy tűnjön, hogy ő elfordul. Aztán a 8-as versnek a második felében ott van Aszáfnak a következő hitetlenkedő kérdése, és nem lesz én többé jó akaró. Hát nem egy ilyen Istent akarunk, aki mindig jót akar nekünk, aki mindig csak megállt bennünket. És amikor elkezdjük az akármilyen dolgunkat, megimádkozzunk, és akkor sikerülje kell, muszáj, mert imádkoztunk érte. Isten jót akar nekünk, nem? De ezt elég könnyű manapság eladni, és hát sok gyülekezetben félre is vezetik az embereket, és ezért van az, hogy azokban a gyülekezetekben olyan hatalmasan kérdőjelek vannak az emberekben, hogy nem az van, hogy minden jó lesz, és túl szuper. És aztán is így gondolkodik, hogy és nem ez többé jó akarom? Hát én nagyon jól mentek a dolgok. Aztán itt van az a nyomorúságom, amikor hát az Urat keresem akkor is, és mégsem jó akarol az én Uram, én nekem. Mit olvasunk viszont Jézustól? Máté 7:11. De azt mondja, ha azért ti gonosz létetek, de tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áll, hogy ti mennyire adjátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Ismerik ezt az igazságot? Nyilván. De amikor az ágyunkban forgolódunk, akkor miért nem teszünk be ez az igazság? Jézus szavai. Jézus ígérete. Mégis a legnagyobb nyomor közepette, annyira el van torzulva a gondolkodásunk Istenről, hogy ezünkben sem jutnak ezek a mindegy igazságok. Következő kérdése az látva, avagy végképpen elfogyott az ő kegyelme. Tudod, mint egy ilyen csap. Folyik belőle a víz, megnyitod, és akkor hú, de jó, iszom Isten kegyelmét. Nap mint nap. Mennyire jó az ő kegyelmében megélni az én hívő életemet. És minden nap oda megyek, és megtöltetem, és minden reggel megújulok. Nagy a te kegyelmed, vagy írva vagy. És akkor egyszer csak megnyitod azt a csapot, és akkor így tud ilyen szörcsögő hang, és nem jön belőle semmi. Istennek a kegyelme egyszer csak elfogyott. Végképp elfogyott az ő kegyelme. Egy másik Zsoltárban, nem messze innen, 89-esnek a második, harmadik versében azt olvasunk, az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké. Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltadat az én számmal. Mert azt mondom, örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltadat az egekben. Ugye mennyivel másabb ott a Zsoltár írónak a lelkülete, mert ha már felébredt, és ma nappal van, és reggelizett, sokszor azért
azért ilyen elszomorodott az ember, mert nem evett eleget. Elkezdődik a nap, látja azt, hogy hát Isten felhozta ezen a napon is a napot, és nem dölt össze az ég, és azt mondja, hogy örökké megáll a te kegyelmed, és megerősíted a te hűséges voltadat az egekben. Elfogyik a kegyelm? Nem. Ebben a másik pár zsoltárban, pár fejezet alatt itt levő zsoltárban pont azt olvasok, hogy örökké megáll az ő kegyelmessége. Az Istenek kegyelme soha el nem fogy. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem akkor használjuk ki, hogy mit csináljunk, megmaradjuk a bűnben, hogy annál nagyobb legyen a kegyelem? Hát dehogy is, vagy mi válaszoljuk, távol legyen. Nem. De Istenek kegyelme nem fogy el. Lehet, hogy nyugodtságban vagy. Lehet, hogy azért, mert elfogultál Istenet, de az ő kegyelme attól még nem apadt el. Ha megnyitod azt a csapat, akkor fog abból jönni. Újra kegyelem, újra friss víz neked, ami fel tud üdíteni még a legnyomorúságosabb éjszakák gondolatjai közepette is. A Róma 5.20-ban azt olvassuk, a törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ha megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. De ezt a kegyelmet ezt nem kihasználni kell, hogy hát majd Isten kegyelme úgyis meg lesz. Hát egy pár éjszakán keresztül forgolódok az ágyamban, de majd Isten megbocsájt, vagy majd valahogy kisegít nekem az én nyomoromból. Úgyhogy fejest ugorhatok ebbe a bűnbe. Ez nagyon téves és veszélyes gondolkodás. Aztán 9-es versen a második felében azt állt meg a következő kérdése. Megszűnik-e ígérete nemzedéktől, nemzedékről, nemzedéktől? Megszűnhetik-e ígérete nemzedékről nemzedékre? Mi a válasz erre? 2 Mózes 20, 5-ös, 6-os vers, a Lia 10 parancsolatból, amiről eddig szó is volt. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Isten, féltően szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák védkét a fiakban, harmad és negyed ízikben, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezen ízikben azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Megszűnik ígérete nemzedékről nemzedékre? Valahogy Isten hazudik ebben a parancsolatban? Isten hazudik. Az a vers, ami eszembe jutott, az abban a történetben van, amikor Bálámot felbérelik, hogy átkozza meg Izraelet. És ott van az a vers, ami azt mondja, hogy Isten nem ember, hogy hazudjon. Az embereknek a szokása az, hogy hazudjon. De Isten nem ember. Isten emberré lett Jézus Krisztusban, de Isten nem ember, hogy hazudjon. Megszűnik ígérete nemzedéktől nemzedéktől? Nem szűnik meg az ígérete. Csak sokszor az ígéretek azok ilyen feltételes dolgok. Közel van adni Istenhez. Őt első helyre tartani, és amikor ez nincsen meg, akkor ma az ígéret koncepció az, ami összedől igazából. Aztán 10-es versben állt a következő kérdése, ahogy elfelejtkezhetett könyörülni Isten? És hol van hasonló gondolat az Ézsaiásban? Ézsaiás 49.15, híres vers, ami azt mondja, hát elfelejtkezhetik az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön milyen fiát? És akkor válasz, hogy nem, hogy felejtkezhetne egy anya? Mégis úgy folytatódik a vers, és ha elfelejtkeznének is ezek, én te rólad el nem felejtkezem. Még akkor is, hogyha van olyan édesanyja, és sajnos szomorú eset, hogy van olyan, hogy egy édesanyja azt mondja, hogy nekem nem kell a gyermekem, és ugye manapság, hogy inkább megölöm az én gyermekemet, és elfelejtkezek róla, és nem kell nekem. Mégis is azt mondja, hogy én akkor sem fogok ilyet csinálni veled. Én akkor sem feledkezek el te túlod. Pedig gyakran azt érezzük, hogy ez nincsen így, nem? Főleg amikor az álmunkban fekszünk és forgulunk, akkor jó ezektől megemlékezni, és mondhatjuk magunknak ezeket a bibliai
igazságokat, és mondhatjuk magunknak az erős álmeneket, de mégis attól még ott vagyunk a nyomodunkban, és nem oldódik meg az a problémák. Isten hirtelen nem nyitja meg az egeket, és mondja azt, hogy ezt kell csinálnod, és akkor tökéletesen egyből kijössz a próbából. Nem történik ilyen. Nem ezt szoktuk inkább tapasztalni? Egyszer olvastam egy ilyen kis irományt, egy ilyen kisebb füzetet a keresztény üldözésről Kínában. Nem tudom, hogy miért pont ez a történet maradt meg bennem, de hogy ott, ahogyan üldözik azokat, akik hívő testvéreik igazából, és hogy mégis megmaradnak hívőknek, mégis megmaradnak Isten mellett. És az az ember, aki írta ezt a könyvet, hogy ilyen nagyon rossz helyről szabadult igazából meg, és leírja, hogy hogyan nyomorgatják a hívőket. És az egyik ilyen történet, ami nagyon erősen bennem megmaradt, hogy egy ilyen vasgyárban dolgoztatják a hívőket, és egyszer csak oda hívnak néhányat, és azt mondják, hogy ti Istennek a fiai vagytok, ti keresztények vagytok. És mondják, hogy igen. Mondjátok még egyszer, és meghaltak. És ők azt mondták, hogy igen. És mivel ilyen acélműben voltak, ezért ilyen nagy hőfúval, ilyen folyékony acél van, és így lefesköltek őket ilyen acél, vagy ilyen folyékony vassal, és meghaltak igazából el. Avagy elfelejtkezett égönyűlni Isten? Hogy mi válasz el? Azok az emberek, akik az acélműben meghaltak Krisztusért, Isten elfelejtkezett, könnyűdülni rajtuk. Úgy tűnik, nem? Isten elfelejtette azt, hogy nekik nyomorúságuk van. Hogy már sok napja, hónapok, évek óta, ott szenvednek az ő hitükért. Mégis ez az ember, aki ezt a könyvet írta, az azt látja, hogy Isten nem könnyűdült meg ő rajtuk. Most akkor én forgolódok az én ágyamban, és akkor, hogyha Isten ő nekik nem könnyűdült, az életüket nem mentette meg, akkor az én életemet miért mentené meg? Milyen Istentől messzire elrugaszkodott kérdés, hogy igazából ez? Vagy elfelejtkezett végül Isten? Ha elfelejtkezek az anya a gyermekéről, hogy könnyűdüljön a mélye fiam, hát az egy szomorú eset. Mégis is azt mondja, hogy elfelejtkeznének ezek is, mint te dolgod, el nem felejtkezem. Mit jelent az, hogy elfelejtkezni? Hogy megemlékezni? Ugye sokszor van, most ugye van ez a sorozat az ősatyákról, hogy Isten megemlékezett ezekről az asszonyokról, Ráhelről, Rebekáról, és le gyermekük. Ezt jelenti az, hogy megemlékezni. Mégis az, hogy Isten megemlékezik mi dolgunk, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy na akkor azonnal kiszabadulunk minden nehézségünkből. Az, hogy Isten megemlékezik ezekről a hívőkről, akik ott voltak az acél öntödében, ez nem azt jelenti, hogy nem fognak meghalni. Az, hogy Isten nem feledkezik el te rólad, az nem azt jelenti, hogy egyből azonnal kihúz a próbából. És mint Jeremiás, amikor lett volt a gödör legalján, Isten megemlékezik rólad, az nem azt jelenti, hogy egyből fogják a kötelet és odadobják neked, és kihúznak téged a sárból. Pedig mi azt gondoljuk? De ez téves gondolkodás, igazából. És az utolsó kérdése használtak, elzárta én haragjában az ő irgalmát. És az énekünk is azt mondja, hogy az új irgalma az a végtelen. Minden reggel megújul igazából az ő hűsége. Szintén az Ézsaiás magasztalos, hogy egy rövid szempillantásig elhagytalak és nagy irgalmasságon van egybe gyűjtőleg. Búsulásom, felindulásával elrejtém orcámat egy pillanatig előled, de örök irgalmassággal könyörödött rajtad. Ezt mondja, megváltó utat. Amikor ilyen helyzetben vagyunk, éjszaka előjönnek ezek a riogatások, a sárga csekkek, és az életünk nehéz problémái, akkor szükséges az, hogy helyes biblikus válaszokat adjunk. Itt voltak ezek a kérdések, amik Aszán fejében ott voltak, és jött rá a biblikus válasz. És volt már olyan, hogy ott vagy a legnagyobb kísértésben, próbában, nehézségben, gödör alján, Jeremiás. És jön a testvéred, és mondja neked az igazi
van a jobb Bibliával. És mégis nehéz elhinni azokat. Pedig olyankor van nagyon szükség arra, hogy megállni Isten igényének az igazságaiban. Miért érezni azt, hogy Isten talán elvegyett bennünket? Az egyik, amit mondtam korábban, hogy talán mi voltunk azok, akik eltávolodtunk tőle. És észre sem veszünk, mert apránként akár kisebb-kisebb lépésben. De ott van a megoldás a Jakab 4:8-ban, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket ki, bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti két szívűek. Lehet, hogy azt mutatod, hogy közel vagyok Istenhez. De mégis este, amikor csak magad vagy, akkor te magad is érzed a forgódás közepette, hogy mennyire messze vagy Istentől. Szenteljétek meg kezeiteket, ti bűnösök. Aztán a másik lehetőség, hogy lehet, hogy egy próbában vagyok, és Isten arra vár, hogy meglássa, hogy hogyan döntünk abban a próbában. Milyen gondolunk az áldás házunkban? Ugye József is ott volt nagyon sokáig a börtönben. Ő is azt gondolta, hogy Isten elhagyott engem. Gondolhat volna, joggal. És mégis én maradt az ő kapcsolata Istennel. Nem átkozta meg az Istent, mint ahogy a Jób is megtartotta a helyes kapcsolatát Istennel az ő próbájában. Mi ezeknél a megoldás? Ugye a 77-es Zsoltár elején az volt, hogy nyomorúságom idején az Urat kerestem, és éjjel is fent volt a kezem, és imádkoztam, szüntelenül virrasztottam, Istentől elmélkedtem, de sokajtoztam. Róla gondolkodom, de eleved az én lelkem. És miért? Mert ilyen kérdések vannak, és nem hagyjuk azt, hogy a Biblia helyes válaszokat hagyjon erre. És milyen érdekes, hogy utána megint előjön ez a dolog, hogy Istenre gondol a szár. 12-es, 13-as versben. Ismét csak megemlékezem az Úrnak cselekedeteidől, sőt, megemlékezem a hajtani csodáidról. És elmélkedem minden cselekedetből, és tetteidől gondolkodom. Megint ugyanazt csinálja, mint amit az elején, mint amit a Zsoltár rám az elején írt, és most meg úgy tűnik, hogy lesz ennek megoldása. Mert a Zsoltár hátadék részében leírja azt, hogy Isten milyen hatalmas volt, amikor a Vörös-tengeren átkozta az ő népét, és ezeken gondolkodott. Miért van az, hogy először elkezd Istennek gondolkodni, és nem jön össze. Aztán megint elkezd Istennek gondolkodni, és akkor kiszabadul a lelke ebből a mocsából. Azért, mert ott voltak közötte azok a kérdések. És azokkal a kérdésekre helyes válaszokat adott. Ezt tud igazából megoldást tudni. Ezt tudja megadni azt a lelki békét, amire szükség van ezekben a nehéz helyzetekben, hogy amikor a próbálnak a talán legeseményék, hogy amikor ilyen kérdések feszegetnek téged, jussanak eszedbe azok a bibliai igazságok, amiket évek óta tudunk innen. És akkor tud ténylegesen megnyugodni Istenre a te lelked. Imádkozzunk! Mennyi Atyám, hálát adok azért, hogy valóban soha el nem hagysz bennünket, mert valódi igazi atyai szeretettel a karadon hordozol bennünket, mint ahogy a versben is láthatjuk, majd a költőben is fogalmazva, hogy amikor hátra nézett, akkor a legnehezebb időszakunkban csak egy pár lábnyomot látott. Istenem, ez azért van, mert akkor a karjaidon hordozol bennünket.